ez a fiús rész is ilyen nagyon-nagyon elegántos megoldással van leválasztva a női szakasz. Tehát, hogy ők a lányok, az össze. Én elég hamar nagyon megszerettem, meg volt egy ilyen konfliktus helyzet, hogy ő éppen akkor még forgatott is. És volt egy feszültség, hogy na most akkor próba, forgatás, azok állandóan elcsúsznak, és hogy megvárjuk-e a Gábort, vagy ne. És akkor nagyon egyértelmű volt, hogy megvárjuk, és akkor ahogy forgat, és ráér, és akkor kezdjük el. Akkor találkoztam vele egy nagyon felkészült, nagyon jó színésznek tartom. Én gépész vagyok, ne hülyéskedj, úgy örültek nekem, hogy jobban örültek annak, hogy gépész vagyok, úgyhogy színész. Nem, tényleg kell. Itt meg aztán ki is tanulja az ember ilyen skilleket, tehát itt a lányok úgy létráznak, raknak, futnak, hogy ezt öröm nézni. És mit tudom én, az én nyakú Juliska vagy a homonaikat a kolléganőm, nem mondom ki a korukat, mert nem elegáns, de úgy pattognak a létrán, hogy ez csodás. Amikor próbáltak egyszer még Újvidéken a Mezei Kingával, és akkor bejöttek a katonák, és akkor a Mezei Kinga igen határozottan mondta nekik, hogy mit képzelnek, itt próbálom, mindenki menjen ki. Tehát ilyeneket mesélt, hogy a háborús helyzet az, ami meg arról, hogy ő miért jött el, tulajdonképpen, hogy hogyan kereste azt, hogy hova menjen meg mi a következő lépés az ő életében. Benne volt a kalandvágy, benne volt a kíváncsiság, magánéleti szála is volt a dolognak, de közben meg azt éreztem, hogy tartozok az újvidéki közegnek, az újvidéki közeghez, tehát, hogy nem feltétlenül, nem biztos, hogy elegáns, hogy egyszer csak fölkelek és azt mondom, hogy én most világgá megyek, és világgá, 300 kilométer. Szóval, tehát, hogy egyszer csak fölállok, és úgymond sima önös érdekből dobbantok. És nyilván volt ezzel elkismeret furdalási kérdésem, de például, ha úgy nézzük és hosszabb távon nézzük, akkor például azzal, hogy mi négyen eljöttünk onnan, ott egy jó néhány ember sokkal hamarabb tudott helyzetbe kerülni. Bár az tény, hogy a Gordán Rudi barátommal ilyenkor, hogyha úgy jön ki a hétvége, meg neki is a munkaidő, meg család, meg egyebek, akkor azért van, hogy fölkeresünk egy-két ilyen ifjúkori helyünket, amelyek azért közel nincs ahhoz, ami volt, de mi onnanak látjuk is ki. Igen. És akkor bemegyünk, és akkor úgy teszünk, mint hogyha az úgy egy olyan lenne, mint 20 évvel ezelőtt. Ez nyilvánvalóan nem olyan, de attól még jó tud lenni. Végig dumáljuk a fél estét. A szüleimben most leülök az ebédlővel, szerintem iszok egy pálinkát, az majdnem biztos. Igen, igazából most csak az a dilemma, a nagyobb dilemma, hogy ez vajon pirsalva pálinka lesz, vagy barack pálinka. Na akkor ide a Posztröpszki, menjünk oda, ahol látszik világosan, hogy nem szabad, ugye? De nem. Ha ott az a nagy piros, ez biztos, hogy azt jelenti, hogy csak oda megy mindenki. Azt lehet megtenni, hogy a kiinduló helyzetet azt javítod. Tehát olyan nincs, hogy valaminek elébe állsz, és azt mondod, hogy ne menjetek el, mert maradjatok itt, és akkor majd itt rögtön rohadt jó lesz. Nem, mert nem akkor fog itt maradni valaki, hogyha erőszakkal itt tartod, hanem tehát az, aki már megindul, azt nem fogod tudni visszatartani. Azt kell, hogy az itt meglévő helyzetet kell úgy fejleszteni, hogy egyszerűen itt legyen meg az a légnyomás, amitől nem lesz igénye, nem lesz kedve, és nem lesz motivációja annak az embernek, hogy elmenjen. Szerintem ők visszavágynak 100%-ig, ha el is ismerik, vagy nem is ismerik el. Ez tény számomra.
hogy mikor fog bekövetkezni, hogy visszajönnek, ez csak idő kérdése. Mint ahogy a beszélgetés elején mondta, hogy Árok Ferenc is visszajött, és még sokan mások, nem csak újságírók, színészek, hanem egyszerű nyugdíjasok is visszavágynak, mert itt, ami van nálunk, az szerintem a világon is sehol sem. Nagyon sok olyan szerepe volt, amit ő nevetett, meg mondta, hogy ezt szereti, hogy mondtam, hogy Gabi, én ezt nem értem. Smürt, meg egy pár olyan darabba, hogy amit nem tudtam, és azt is elmondtam, és ő azt is elfogadta, hogy az kedvenc, én szeretem látni, meg örülök, hogyha együtt vagyunk, tudunk beszélgetni. Őre én nem tudok úgy nézni, hogy egy nagy színész vagy valami, ő nekem a barátom. Eleven embercomb, ez van ráírva. Olvasod. Eleven embercomb. Megbocsásson, ez egy angol gyártmány. Eleven embercomb. Azt jelenti 11 borostyán fésű. Én, hogy őszinte legyek, soha nem szerettem azt a szakmát, amit végeztem, és külön örülök annak, hogy azt csinálja, amit szeret. Mert én nem tudtam megvalósítani. Ha nincs kegyelmet, az először, amikor megnéztem, azt csak úgy tudtam megnézni, hogy ez az én fiam is, és azt megsirattam is, abba hagytam is, mert én néztük, és megint csak abba hagytam is, újra kezdtem, és na, ezt így végig néztem, és akkor másodszorra tudtam úgy megnézni, hogy most egy filmet nézek, és nem a gyerekemet látom benne, hanem egy színész, aki alakítom azt. Nem is ismertem meg, mint felnőtt ember. 19 évesen elment, 18 évet betöltött, elment katonának, és azóta nincs. Csak mi van? Most épp az van, hogy az unokahúgom első áldozását most mondtam le a nővéremnek, szemlesütve, hogy nem fogok tudni itt lenni. Akkor a húsvéti bárányvacsorán is eléggé rezeg a léc, hogy az is ugrik. De belebbent itt egy lehetőség, hogy talán lesz valami osztálytalálkozó. Mondtam, hogy csuda jó dátumot minél mondjatok, és akkor esetleg összehozom. Szóval jövök, de nem tudom mikor.